A 10 évente esedékes népszámlálás, melyet tavaly a koronavírus járvány miatt elhalasztottak erre az évre, pillanatképet ad az országról. Bemutatja, milyenek a magyarok, például, hogy milyen viszonyok között élnek, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk. A népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak, mert ezek az adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint a kisebbségi önkormányzatok megalakulásának, és nagy mértékben segítik azok munkáját. 25-en kell, hogy vallják magukat egy adott nemzetiségéhez tartozónak, akkor azon a településen kiírják a következő 10 évben, ez legalább két választás jelent, ha jól számolok, a nemzetiségi önkormányzati választásokat. Sajnos az előző 10 évben nálunk is voltak olyan települések, ahol nem volt ez a létszám, meg ez inkább sajnos a kisebb településeken érvényesett. Pécset gondolom meg lesz 25 fő. És hát ez azért fontos, hogy ez meg legyen. Ha nem lesz meg ez a szám, a népszámláltak száma, akkor nem írják ki a választásokat, nem lesz a nemzetiségi önkormányzat, nem lesz az ezzel járó kulturális támogatások, kulturális rendezvények, oktatás, és ezt sorolhatnám. Tehát ez egy katasztrófa egy nemzetiség számára, és látjuk az elmúlt 10 évben, mondom, tudnék 1-2-3-4 falvat sorolni, ahol ez nem lett meg, és ott elsorvat, hogy így mondjam, a nemzetiségi élet. A népszavazási kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni. Ezután számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, melyekből nem érkezett be online a kérdőív.